fényt ad az, hogy a tanszék két oktatókollegája és egy kiváló hallgatója könyvet jelentetett meg. Az este első részében ezeket a könyveket fogják bemutatni különböző párosok. Az első kötet, ami itt van az asztalon és amit már forgathattunk, Tóth Ádám másodéves mesterszakos hallgatónak a Fejezetek a német futball történetéből című opusza. Hagyományá válik a kommunikáció tanszéken, hogy óévbúcsúztatót szervezünk, karácsony előtt, egy ünnepek előtt egy kis lazítás ez, de ugyanakkor kitaláltunk most egy szakmai programot is. Három könyvet bemutattunk, ami azért nagy öröm, mert két oktató kollega, illetve egy hallgató is könyvvel jelentkezett nemrégiben. Ezeket a könyveket bemutattuk, és most pedig a kötetlen beszélgetés idején vagyunk. A zárodolgozatomtól kezdődően megfogant az alap gondolat, hogy ebből esetleg ki lehetne bővíteni azt a 30 oldalat és 170 oldalas könyv méretűvé írássá. És hogy miért az utolsó évben adtam ki, ez egy nagyon jó kérdés. Én Isten igazából ezért maradtam mesteren, hogy nyugodtan tudjak publikálni emellett. A könyvem három részből épül fel. Az első részben a német futball történelmét mutatom be. 1888-tól napjainkig, ez 139 évet ölel fel. A másodikban magát a német bajnokságot, mint a Bundesligát elemzem. Az utolsó szakasz meg egy olyan, mint egy utikalaut, a 2014-es világbajnokságot írja le.